Esküvőre készülnek napkoron, ahová pár nap múlva 220 fős NASZ népet várnak. A KSH adatai szerint a közelmúltban a 2010-es év volt a mélypont a házasság kötések számát illetően, de vélhetőleg a családpolitikai intézkedéseknek is köszönhetően 2019-re jelentősen növekedett ez a szám. Akkor egyetlen év alatt 28%-os növekedést tapasztaltak. Nyíregyházán ekkor 680 házasságot kötöttek. A COVID miatt lassulni kezdett ez a folyamat, 2022-ben mindössze 480 pár jelentkezett. Az esküvői szektor szereplői a vendéglátóhelyektől a zenészeken át a fotósokig egyaránt kevesebb lekötéssel kezdték az évet. Szerintem az ifjú párok kivárták a januárt. Tehát akkor, amikor a rendezvénytermeket ugye felkeresték, a rendezvénytermek még egyelőre nem tudtak nekik árakat mondani, hanem azt mondták, hogy na, januárban nézzük meg az infláció mértékét, és majd ahhoz képest lőjük be az árakat. Úgyhogy januárban kezdett el az érdeklődés emelkedni. Ekkor már tudtak mivel kalkulálni a párok. El tudták dönteni azt, hogy most akkor szervezzünk-e egy nagy esküvőt, vagy ne szervezzünk. Hanem inkább kis pici esküvőt szervezzünk, meghívunk néhány családtagot, de miután rájöttek, hogy ugye azért nincs Armageddon, 2023-ban is lesz év, nem sodor el minket a háború, így elkezdtek tervezgetni, és már bátrabban kezdtek el tervezgetni. Hasonló történetekkel találkozott Kása Brigitta, Nyíregyháza aljegyzője is. Volt már olyan párunk, aki elmondta, hogy tervezett esküvőt a hidegebb hónapra is, de már például a vendéglátósok nem tudták azt a méltó környezetet, feltételt biztosítani általánosságban, amit ők elterveztek a lakodalomra, hiszen azért egy családnak ez egy nagyon fontos családi esemény, illetve nyilván a költségvetés is sok családnál már meghaladta azt a keretet, amit erre az eseményre áldoztak volna. Éppen ezért ez is lehet egy ok. Az aljegyző hangsúlyozta, korai lenne még messze menő következtetést levonni az idei számokból. 2023-ban eddig 119-en kötöttek házasságot Nyíregyházán. Ez egy kicsit alatta van az időarányos átlagnak. És van 250 bejelentkezésünk. Én azt gondolom, hogy ebből még erre az évre vonatkozóan nem lehet hosszú távú következtetést levonni, hiszen még most is tart a bejelentkezési időszak, ugye 30 nap a kötelező várakozási idő, és most még bőven beleférnek azok is, akik nyári esküvőt terveznek, hiszen még itt vagyunk a nyár elején. Hegedűs Koppány úgy látja, egyre többen választanak DJ-t a zenekarok helyett, és az árversenyben jó, ha a fotós, videós szolgáltatást is tud kínálni. Emellett az esküvői szezon rövidülését látja a szektorban. A visszaesés az legfőképpen mi abban érezzük most, hogy azért megrövidült a szezon. Tehát hála az ének közel azonos esküvői darabszáma dolgozunk, mint az előző szezonban, viszont tavaly már februárban megcsináltuk az első esküvőnket, és áprilisban már minden hétvégén volt esküvünk. Az idei szezonban ez gyakorlatilag májusban kezdődött el, tehát inkább a szezonnak a hosszúsága változott sajnos visszafelé, tehát rövidebbek lettek a szezonok. Trendekben azt látjuk, hogy van egy stílusváltás, most inkább ezt a egyszerűbb letisztult stílust követik a vendégek. A turisztikai szakember elmondta, hogy a szakmában az idei inflációs környezetben mennyibe kerül átlagosan egy 100 fős lakodalom. Hogyha csak a helyszín által adott szolgáltatásokat nézem, tehát a vendéglátás, ital, esetleges dekoráció, azt gondolom, hogy ez egy ilyen 100 fő magasságában olyan 25 és 33 ezer forint közé tehető. Tehát 2,5-3,5 millió forint. Nyilván nagy a szórás, de itt számít az is, hogy milyen minőségi szolgáltatás van a csomagokban. Azt gondolom, hogy most az lehet a túlélésnek az egyik alapillére, hogy mindenki megpróbál komplex szolgáltatást nyújtani, ezzel is levenni a párok válláról a terhet, hogy nem nekik kell még olyan dolgokért szaladgálni, körbejárni, amiket akár egy helyszín, egy rendezvényszervező, egy esküvőszervező meg tud oldani, és ez a komplexitás lehet szerintem a kiút ebben a nehéz helyzetben, mert látjuk, hogy a rezsiárak, a bérek és minden komolyan érinti most a szektort. Hegedűs Koppány hozzátette, az esküvői szezon gyakorlatilag október végéig tart, de idén egyelőre napkoron is kevesebben vonultak oltár elé.